Ilyen leromlott állapotban van a Baktalórendháza központjában álló Degenfeld kastély. Az elmúlt 20 évben üresen állt az egykor kórháznak helyet adó épület. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően új funkciót kap a műemlék jellegű épület, amelynek felújítására több mint 500 millió forintot nyertek. Ebben természetesen nem csak az építés, hanem motorok, informatikai beszerzések jelennek meg. Interaktív múzeum kialakítása, ezt a címet viseli a program, és bízunk benne, hogy egy olyan múzeumot, egy olyan kiállítóhelyet tudunk létrehozni, amely az interaktivitást tekintve mindenképpen egyedi lesz a megyében, de akár még mondhatom azt, hogy az országban sem sok helyen van interaktív múzeum. Nem csak a kastélyt, hanem a hozzátartozó parkot is szeretnék rendbe tenni, amelyre újabb forrásokat keres az önkormányzat. A kastélyprogram mellett több beruházás is folyamatban van jelenleg Baktalórendházán. Az általános iskolában külső-belső felújítás is zajlik. Az önkormányzat működtetésében az általános iskola konyhája megújul, egy 25 millió forintot nyertünk erre a feladatellátásra. Ez részben építési felújítást jelent, részben pedig a konyhai eszközök teljes cseréjét jelenti, és hát augusztus hónapban szeretnénk ezt megvalósítani, tehát a tanévkezdéskor már a felújított konyhával szeretnénk üzemelni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az általános iskola épületén energetikai felújítás is zajlik. Ennek a beruházásnak a költségvetése 120 millió forint körüli. Ezt nem az önkormányzat, hanem a Klebersberg intézmény fenntartó központ működtetésében végzik. Baktalórendháza polgármestere azt is elmondta, hogy a kastélyprogram új munkalehetőséget is biztosít a városban, hiszen a felújítás idején több vállalkozó dolgozik majd az építkezésen, illetve a természetvédelem alatt álló park rendbetételén, a megújuló intézményben pedig további foglalkoztatásra lesz lehetősége az önkormányzatnak.